Sziasztok! Szeretném megmutatni nektek ezt a remek kis mini vagy midi hifi berendezést a Technics-től, amely a SLDV170-es típusszámot viseli. Ugye azt kell tudni a készülékről, hogy ez egy 5 hangszórós rendszer, tehát tulajdonképpen 5.1-es hangzást tud nyújtani. És még egy nagyon fontos dolog van a készüléknek, hogy ugye biztos sokan ismeritek a biampos készülékeket. Ezzel szemben ez a készülék tulajdonképpen úgynevezett triampos, ami azt jelenti, hogy három vezeték jön a hangfalhoz, tehát külön a magas, közép, illetve a mély hangok, tehát nem hangváltó van a hifi boxban, hanem tulajdonképpen már az erősítőben három részre veszi a hangmagasságnak megfelelően, így hát kiváló hangvisszaadást produkál a készülék. A készülékhez természetesen egy távirányító is tartozik, amellyel ugye a készüléket irányítani tudjuk. Most rögtön kezdem a készüléknek az egy, hát úgymond mondhatjuk azt, hogy hibája vagy bizonytalansága, az, hogy a CD lejátszó része, vagy DVD lejátszó része az vélhetően megtisztításra szorul, vagy némi úgymond gyámolításra, mert tulajdonképpen a CD tár maga az működik, tehát ugye most a hármas diszk van állítva, ugye itt látszik, de tulajdonképpen beveszi a lemezt, tulajdonképpen el is indul, illetve átáll a read funkcióra, de hát valami miatt ugye ezt nem tudja. Ugyanakkor maga a CD váltás az működik, hiszen lehet is hallani, ahogy a mechanika dolgozik. Tehát most átváltottam az egyes diszkre, és ha itt kiadjuk, akkor ugye nincs benne a lemez, mert ugye most az egyes tárban lévő helyre tudunk behelyezni lemezt, illetve kivenni. De nincs benne, tehát igaziból, hogyha most visszaváltjuk a hármasra, akkor elő fog jönni, elő tudjuk csalogatni. Tehát itt hát vélhetően nálam állt ez a készülék, most már 2 éve nem használtam. Ezért is válnék meg tőle, hogyha úgy adódik, nem feltétlenül, mert nagyon jó hangzású készülék. Tehát most ugye a hármasra átváltott, és most valóban a hármas helyen lévő behelyezett lemezt ki tudjuk venni. Tehát ez a készüléknek egy nagyon pici, idézőben pici hiányossága. Ugyanakkor a készülékhez pont ezért fogok egy CD lejátszót is biztosítani, amelyel ugye ez a funkció, még hogyha nem is javítjuk meg, akkor működni fog. Hát ez egy sokkal jobb minőségű, ez egy PG540A típusú készülék, ezüst színben. Ugye az a jó dolog, hogy ez a távirányító irányítja a CD-t is. Akkor nézzük is meg. Behelyezve, illetve a CD Play gombot megnyomva el is indul a készülék, remélem látható volt, hanem akkor még egyszer, tehát megnyomjuk a stoppot, akkor leáll, illetve ha elindítjuk a készüléket, akkor elindul. Most a készülék, hála jó Istennek, két magas szintű bemenettel is rendelkezik, tehát rá lehet kötni egy CD-t, illetve egy külső magnót vagy videomagnót is, ami ráadásul felvétel-lejátszás funkcióval is tud rendelkezni, majd készítek egy képet talán a készülék hátuljáról is a videó végén. Ott megmutatom ezt. Illetve, hogyha ugye itt a Select gombbal váltjuk, akkor ugye átmentünk a CD funkcióra. És nem akarok túl sok zenei anyagot lejátszani, nehogy
jogsértést kövessünk el. Ugyanakkor nézzük meg, akkor újra felhangosítom a készüléket, ugye látszik a volume-nál. Akkor, hát ezt még nem próbáltam, de elméletileg, hogyha a kettest nyomjuk, akkor lehet, hogy rögtön tudjuk a kettes számmal indítani, ha nem, akkor indítjuk, és ezt meg ki kell majd próbálni, de elviekben ugye tudjuk léptetni a léptető gombbal is. Kiváló mélye van egyébként a készüléknek. Jó, tehát ugye a CD bemenet akkor működik, az hallható. Illetve a másik csatornára pedig egy külső Bluetooth vevőt kapcsoltam rá. Most akkor átváltjuk ugye ez a VCR gombra van benyomva, és akkor kicsit előrébb helyezem a dolgokat, hogy látszanak is. Most elviekben, hogyha itt beindítom. Tehát most ugye Bluetooth vevőn keresztül, természetesen ez direkt jackbe is bedugható, vagy bármilyen következő készülékbe. De az a lényeg, hogy két külső bemenetről megtáplálható a készülék. Nos, amit még beszeretnék mutatni, ugye egyrészt hát igaziból megpróbálom akkor először a deck részét bemutatni, az is kiválóan működik egyébként. Megdöbbentő módon ennyi év után. Az országgyűlés többsége elfogadta az előző rendszer titkosszolgálati iratosságáról szóló törvényt. A szocialista előterjesztők néhány napja meg... Javasolják a köztársasági elnöknek, kihirdetés előtt kérje az alkotmánybíróság véleményét, mert ők maguk sem biztosak benne, hogy az ellenzék által elutasított alkotmánymódosítást közzé lehet-e tenni a ma nem közszereplő egykori belügyi tisztek és beszervezett emberek adatait. Az államfő szóvivője úgy... Igaziból csak ezen a felén van adás, úgyhogy akkor megfordítjuk, és akkor most... távirányítóval indítjuk, ha tudjuk. Igaziból ezt nem tudom, ez a funkció hogy működik, úgyhogy ezt itt még gyakorolni kell, de az biztos, hogy valahogy működik. Ez a CD, illetve akkor a műsoruk alatt közölte. Csak a megszavazott törvényszöveg megvizsgálása után dönti el, teljesíti-e a kérést. Ha az SZDSZ képviselői nem vesztett részt a köztársasági elnököt választó országgyűlési szavazáson, a párt frakciója határozott ki. Kuncze Gábor, a kisebbik kormánypárt elnöke a tanácskozás után elmondta, közelebb kerüljenek az Istenhez, hogy szeressék a jó Istent, és mi ezután vágyak. Most átváltottam rádióra. Elnézést, de ezt nem gyakoroltam be, úgyhogy nem tudom, hogy a magnó részt azt hogy tudom távirányítóval elindítani, de nyilván az sem egy húzottan bonyolult dolog. És nézzük meg akkor a másik felét, hogy ez hogy működik. Részt a feltehetően háromfordulós voksolás egyikén sem. Az SZDSZ nem támogatja sem az MSZP által jelölt Szilik. Az ellenzéki videó.
tartott a felvétel, akkor egy kicsit visszatekerjük. Iratainak nyilvánosságáról szóló törvényt. A szocialista előterjesztők néhány napja bejelentették. Javasolják a köztársasági elnöknek kihirdetés előtt. Jó, tehát a deck része az nagyon szépen működik, mindkét irányban, és még majd ezt kivarázsoljuk, hogy igaziból, hogy működik a deck vezérlés. Valahogy biztos, hogy elő lehet csalogatni. Minden esetre a tunelre szépen át tudunk kapcsolni. Van némi keresési funkciója, de igaziból majd ki kell találni, hogy működik. Itt a csatornát váltja, azt látom. Tuning mode, aha. Aha, tuning mode, oké. Igazából el kell majd, egy jó vastag könyv van, egy, aha, most keres, aha. Na most szépen teker. Van egy jó vastag könyv, azt is természetesen. Jó, tehát igaziból készülék működik. Annyi, hogy ugye vannak ezek a különféle funkciók, amelyekkel itt lehet a hangszint is manuálisan, vagy a presetek szerint változtatni. Hát ezt most én nem fogom, itt írja, hogy clear, hall, oh, EQ, tehát hogy manuális, tehát ilyenkor manuálisan lehet a kis gombokkal állítgatni. Igaziból most nem akarok ebbe belemélyülni, az a lényeg, hogy a készülék működik. A közben kiderült a turpisság, ugye rossz távvezérlőt használtam, ez egy, amit az előbb mutattam, az egy másik hasonló kisebb kaliberű készülékhez, ehhez viszont ez nagyon komoly dolog. Távirányító, tehát igaziból akkor nézzük még egyszer. Ugye itt már tényleg lehet váltogatni, illetve a bíróság véleményét, mert ők maguk sem biztosak benne, hogy az ellenzék által elutasított alkotmánymódosítás nélkül. Oda visszajátszás, tehát itt már tényleg szépen működik minden funkció, és sokkal, sokkal több funkció van ezen a távirányítón egyébként, úgyhogy ez így már korrekt. Sőt, annyira sok funkció van, hogy fogalmam sincs, hogy mi mire jó. Az biztos, hogy itt is valahogy az equalizert lehet változtatgatni. Prologic váltás, igen, szépen működik. Látható, hogy itt pucukáznak a dolgok. Mondom, még egyszer egy elég komoly könyv. Az itt van a használati utasítás, ez természetesen szintén jár. Hát elég vaskos, úgyhogy jó kis olvasnivaló, illetve természetesen a védő takarók is, amelyeket ugye így lehet felhelyezni a készülékre, ha sikerül. Tehát így a készülék
már védve is van a behatolásoktól. Úgyhogy ennyit szerettem volna mutatni, hát köszönöm szépen a figyelmet, és tulajdonképpen legyen szerencsénk máskor is. Sziasztok!